A Vöröskereszt megyei szervezete több témával is készült erre az egészségnapra. Ilyen volt például a nők munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató program, valamint a drogprevenciós program is. A megelőző jellegű tájékoztatók ráébresztik a fiatalokat arra, hogy milyen veszélyekkel jár a káros szerek használata, mondta el Gurály Edina a rendezvényen. Az egészségnapra a Vöröskereszt elhozta a hősképző programját is, melynek keretében a fiatalok az első segélynyújtás és az újraélesztés legalapvetőbb ismereteit sajátíthatták el. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon sokszor találkozunk azzal, hogyha egy hirtelen szívmegállás történik, és lenne vagy van a közelben olyan személy, aki tud megfelelő szívmasszást alkalmazni, nyilván föl tudja mérni a helyzetet, hogy nem lélegzik a bajba jutott embertársa, akkor megfelelő és nagyjából szakszerű segítséget tud nyújtani addig, amíg a mentő meg nem érkezik, vagy akár akkor a mentősök irányításával is fent tudja tartani azt az állapotot, amíg a szakszerű segítség a helyszínre nem ér. A Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója fontosnak tartja, hogy a fiatalokat ne csak a pedagógiai programmal leírtak szerint oktassák, hanem a maihoz hasonló eseményekkel gyakorlati ismereteket is átadjanak nekik. Szervezünk a gyerekeknek osztályfőnöki óra keretében is szakmai előadók bevonásával, évfolyamonként különféle témakörökben előadásokat. Itt gondolok a drogprevencióra, a munkavállalási ismeretekre, a pályaorientációra, minden évfolyamnak természetesen speciálisan az adott évfolyam igényeinek megfelelően, illetve rövidesen a tavaszi szünet előtt diáknapot fogunk tartani, ahol szintén egy egészségsarokkal fogjuk várni a fiatalokat, szintén szakemberek és a védőnő bevonásával is. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban ezeken túlmenően is több fontos esemény lesz még a tanév hátralévő részében. Márk Attila igazgató ezekről, valamint a középiskolai felvételi folyamattal kapcsolatos tudnivalókról is részletes információkat ad a hétfő esti 35 perc című műsorunkban.